Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ahol ismét hasznos és közérdekű információval látjuk el nézőinket. E heti adásunkban megismerhetik a Rákoskerti Polgári Kör múltját, jelenét, feladatait és jövőbeli terveit. Üdvözlöm a stúdióban sok szeretettel Szelepcsényi Sándort, a Rákoskerti Polgári Kör elnökét. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Üdvözlöm én is, és köszönöm a meghívást. Szeretnénk kedves nézőinket egy kicsit közelebb hozni a Rákoskerti Polgári Körhöz. Kérem, kezdjük beszélgetésünket azzal, hogy pontosan mikor alakultak és milyen ötlet mentén született meg ez a társaság. Hát a Rákoskerti Polgári Körnek volt előzménye is, mégpedig főleg művészek és neves rákoskertiek alapították meg a Rákoskerti Szépítő Egyletet 1992-ben. A legfőbb feladatuknak azt tekintették, hogy összehozzanak egy olyan társaságot, akik jól érzik magukat egymás között, és hogy Rákoskertet is valamilyen formában segítsék. Az első és legfőbb feladatuk az volt, hogy a nagy rendetlenségben lévő vidadombot szépen kitakarították, és ott fölállították egy máig látható, gyönyörű 6 méter magas fakeresztet. Ez volt a Rákoskerti Szépítőegyletnek a legnagyobb húzása, hogy így mondjam. És utána aztán havonta összejöttek, két havonta, de valahogy egy kicsit kifáradtak az idők során, és úgy gondolták, hogy akkor már abba hagyják a működést, és átalakulnak egy Rákoskerti Polgári Körré. De ez még mindig csak egy baráti társaság volt. 1997-ben jelent meg először a Kerti Levél című újságban az, hogy megalakult a Rákoskerti Polgári Kör, tehát 1997 óta számítjuk a polgári körnek a működését. Milyen célokat vagy feladatokat tűztek ki mondjuk akkor 97-ben ennek a baráti társaságnak a tagjai, és ehhez képest most így a majdnem 30 év alatt mi az, ami változott vagy változik? Elsősorban egy baráti társaságra gondoltak. Ez így is alakult, mert az első időben még a taglétszám az egy olyan 20-25 fő volt, de aztán lassan-lassan elolvadtak, és mire én átvettem a Rákoskerti Polgári Körnek a vezetését 2005-ben, jó, hogyha 4-5-en összejöttek, hoztak egy üvegbort, megiszogatták, beszélgettek a világ dolgairól, és akkor ennyi volt. Igazából olyan nagyon sok minden nem történt. Fogunk majd arról beszélgetni a későbbiekben, hogy ön amikor átvette ezt az elnöki posztot, akkor utána milyen események zajlottak, de hogyha még egy picit utazunk a múltba, akkor 1997 óta napjainkig mondjuk milyen jelentős mérföldköveket, állomásokat lehetne megemlíteni? Én azt hiszem, hogy Rákoskert fejlődését elősegítő tevékenységnek a mérföldköveit lehetne felsorolni, de a vidadombi keresztállítástól kezdve már igazából csak azokat tudom felsorolni, amik az én elnökségem alatt történtek. Az Platánsoron egy jubileumi parknak a kialakítása, aztán mindenféle emlékművek, Vas Albert szobor, és legutoljára talán, ami a legfontosabb, az a Kucorgó téren lévő 1956-os nemzetőr emlékmű, de hát köztem még nagyon sok állomás volt, amiről valószínűleg majd ön kérdezni fog. Hogyha akkor elérkeztünk 2005-höz, és ez a megtisztelő poszt önnek jutott, akkor milyen érzések kavarogtak önbe így a poszt átvételekor, vagy milyen elképzelésekkel lépett erre az irányító szerepre? Hát talán akkor elmesélném, hogy ez hogyan is történt. Amikor én nyugdíjba mentem 2005-ben, akkor kicsit úgy éreztem, hogy valamivel ki kell tölteni a szabadidőmet, és tudtam, hogy Rákoskerten működik ez a Rákoskerti Polgári Kör. Elmentem az egyik összejövetelükre, meghallgattam, hogy mi történik ott. Közben megjelentek Rákoskert múltjáról mindenféle írások a Kerti Levélben és egyéb kiadványokban, amikben olyan dolgok voltak, amikkel én nem értettem egyet. 1947 óta élek gyakorlatilag Rákoskerten, úgyhogy tudtam, hogy amit leírnak, az igaz vagy sem. És bizony nagyon sok olyan dolog került a sorok közé, amivel nem értettem egyet, mert tudtam, hogy egyáltalán nem úgy történt.
És akkor az egyik ilyen polgári körös összejövetelen beszélgettem arról, hogy jó lenne tisztába tenni a dolgot, és Rákoskert történetéről írni egy hitelesnek tekinthető művet, és ebben kértem a segítségüket. Hát a segítség az nem volt annyira lelkes, mint amire én számítottam, akkor azt gondoltam, hogy na, rendben van, én akkor meg fogom csinálni egyedül Rákoskert története könyvet. És látták az ottani tagok, hogy van bennem egyfajta lelkesedés és elhivatottság Rákoskert irányában, és az akkor már megfáradt vezetés azt gondolta, hogy jó lenne, hogyha felváltanám őket, és felkértek arra, hogy legyek én az elnök a Rákoskerti polgári körnek. Rövid gondolkodás után én elfogadtam, és úgy éreztem, hogy fogok tudni tenni valamit Rákoskertért, ezért elvállaltam. Ha már Rákoskert, akkor egész Rákos mentére egyébként elmondható, hogy egy varázslatos kerület, de minden kerületrésznek megvan a sajátossága és egyedisége. Rákoskertnél mi ez, vagy mit lehet elmondani erről a pici városrészről? Talán Rákoskert jellegzetessége igazából az, hogy rengeteg gyümölcsfa van az utak mellé ültetve, és ilyenkor tavasszal, ha valaki végig sétál az utakon, a virágzó megyfák, cseresznyefák, azok megragadják. Nem egy olyan újonnan beköltözött Rákoskertivel beszélgettem, aki azt mondta, hogy ilyenkor szeretett bele a településbe, és azért jött ide, azért keresett itt házat, lakóhelyet, mert ez olyan gyönyörű volt, hogy ide kellett jönni. Talán ez lenne a legfontosabb jellegzetesség. A tagok is, akik egyébként a polgári körhöz kötődtek, vagy kötődnek a mai napig, Rákoskerti lakosok? Rákoskerti lakosok, mondhatnám azt, hogy olyan 95%-ban, de van a kerületrészből is tag, aki érdeklődik irántunk, Rákos keresztúriak, Rákos Csaba új telepiek, sőt vannak egészen távoli belvárosi tagok is, akik valami miatt úgy érzik, hogy nekik itt a helyük, na, Rákoskerti polgári körben. Ha már Rákoskert helytörténete, sajátosságai, jellegzetességei, akkor mindenképpen érdemes beszélgetnünk a nemrégiben megszervezett Rákoskerti túráról, hiszen nagyon nagy érdeklődés övezte és nagyon kedvelték az résztvevők. Erről mit tudhatunk, hogyan zajlott, miért jött létre? Hát ezt a sétát én nem saját ötletből találtam ki, hanem egyszer tartottam egy előadást egy budapesti honismereti társaságnál, és akkor ők mondták, hogy olyan lelkesen beszélek Rákoskertről, hogy szeretnék megnézni. És akkor mondtam, hogy szívesen látom őket egy rákoskerti körsétán. Ők nem jelentkeztek, viszont elmondtam a polgári kör tagjainak, hogy én ezt tervezem, és azt mondták, hogy hát ezt nekik is meg kell, hogy tartsam. És akkor a különböző Facebook fórumokon én ezt meghirdettem, és akkor volt az érdeklődés, hogy le kellett beszélnem a polgári kör tagjait, hogy egy másik alkalommal jöjjenek ők, mert a kerület rész más részéből jelentkezők 30-as, 40-es létszámmal jelezték, hogy szeretnének eljönni. Hogyha jól tudom, akkor ez 10 állomásból áll, de sokkal jobb, hogyha ön osztja meg kedves nézőinkkel, hogy pontosan miken mentek keresztül, miket láthattak a résztvevő érdeklődők. Hát egy elég hosszúra sikeredett túra lett a végén. A Kucorgó téren kezdtük, az 1956-os nemzetőr szobornál. Minden állomáson tartottam egy legalább 10 perces megbeszélést. Tehát a Kucorgó térről felsétáltunk a Vas Albert szoborhoz, onnét elmentünk a Makovecz templomunkhoz. A Makovecz templomba sikerült bemenni, tehát belülről meg tudtuk nézni, megcsodálni az orgonát, megnézni az altemplomot. Onnét tovább mentünk aztán az iskolához, ami előtt ott van az országzászló is. A következő állomás volt a 1848-49-es aradi vértanúk tere, azután a művelődési ház volt az, ami egy közbenső állomás, tehát aki elfáradt, az ott a buszra fel tudott szállni. Megvendégelte a polgári kör a résztvevőket, kentünk zsíros kenyeret lilahagymával, ásványvizet tettünk az asztalokra, és ott lehetett pihenni egy fél órát. Azután tovább mentünk a Vidadombra, a kereszthez, lesétáltunk a játszótéren keresztül a vasútállomáshoz, a platánsor, a gyönyörű platánsorunkon felmentünk aztán a Sejgyuláni térhez, és ott ért véget a túra.
Nagyon jó, hogy szóba hozta már a tagokat, hiszen szeretnénk beszélgetni és egy kicsit bemutatni, hogy miből is áll a Rákos Kerti Polgári Kör tagjének a munkássága, milyen feladatokat látnak el. A polgári kör tagjai elsősorban közösségszervező feladatokat látnak el, tehát hogyha van valamilyen rendezvényünk, akkor ők mozgosítják a rokoni ismerősi köröket egy-egy kiállításra, kiállítás megnyitóra, vagy pedig, hogyha valamilyen régi szóval társadalmi munkáról van szó, akkor is ők azok, akik összegyűjtik a jelentkezőket. Szerencsére elég nagy létszámmal rendelkezünk, tehát olyan 75-80 között változik a taglétszámunk. Hát sajnos elég sok idős van, akik meghalnak, de vannak új jelentkezők is. Vannak olyanok, akik sajnos elköltöznek egy távoli helyiségbe, és akkor ők felmondják a tagságokat, de vannak olyanok is, meg kell, hogy mondjam, akiknek a polgári kör mondja fel a tagságát, mert van egyfajta kritérium, amit az alapszabályban rögzítettünk is, hogyha valaki 2 éven keresztül nem mutat aktivitást, nem fizeti azt a csekély nyugdíjasoknak 2000 forintos évi tagdíjat, akkor a polgári kör felmondja a tagságot. Így aztán van némi fluktuáció, de általában mindig olyan 75 és 80 között van a taglétszámunk. Vannak még kritériumok annak kapcsán, hogy ki az, aki lehet részes ennek a polgári kör tagságnak, ha szabad így hívni, vagy bárki csatlakozhat a társasághoz? Elméletileg bárki csatlakozhat, de szerezni kell 2 ajánlót, aki ajánlja. Ez egyfajta szűrő a felvételnél, tehát olyanokat szeretnénk a tagjaink között látni, akik hasonló gondolkodásúak, mint mi vagyunk. Ezért 2 már meglévő tagnak kell ajánlani az illetőt felvételre. Hogyan lehet elérni, vagy hogyan lehet benyújtani ezt a csatlakozást? Én mindig azt kérem, hogy ha van érdeklődő, hogy jöjjön el egy összejövetelre. Minden hónap második péntekén tartja a Rákoskerti Polgári Kör az összejövetelt Rákoskerti Művelődési Házban. Jöjjön el egyszer, nézze meg, hogy mit csinálunk, hallgassa meg, hogy miről van szó. Utána kap egy alapszabályt, olvassa el, és hogyha egyetért az abban foglaltakkal, akkor kitöltheti a belépési nyilatkozatot, szerezhet hozzá 2 ajánlót, és attól kezdve rendes tagja a Rákoskerti Polgári Körnek. A Rákoskerti Művelődési Ház ad egyébként otthont ezeknek az ötleteléseknek, gyűléseknek, illetve a munkafolyamatoknak is? Igen. A Rákoskerti Művelődési Házban szoktunk összejönni, ott tartjuk az egyéb rendezvényeinket is. Hát kivéve most ezt a téli időszakot, amikor be volt zárva, akkor az iskolába az iskolaigazgató Csébi András megengedte, hogy ott az egyik tanterembe jöjjünk össze, és 2 alkalommal ott tartottuk a találkozónkat. Már a beszélgetésünk egy korábbi pontján szóba jött, hogy azért számos rendezvény köthető az önök nevéhez. Tudunk ebből említeni néhányat, vagy mik azok a állandóan visszatérő, jó hangulatú programok, amiket önök szerveznek? A kezdetén, ezelőtt nem is tudom, 15 évvel körülbelül, akkor a Rákoskert napja volt az első olyan esemény, ami igazán említésre méltó. Ezt a Platánsolon tartottuk, az általunk Jubileumi Parknak nevezett emlékkőnél, és ezt aztán, hála Istennek, átvette a Rákoskerti Művelődési Ház és a Vigyázó Ferenc Művelődési Ház, vagy Vigyázó Sándor Művelődési Ház a szervezését. Ezzel nagy gondot levett a vállunkról. De azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, ami a polgári kör nevéhez köthető. De vannak rendszeres egyéb rendezvényeink is. Minden évben 2 kiállítást rendezünk a Rákoskerti Művelődési Házzal, egyet tavasszal és egyet ősszel. Ezeknél a kiállításoknál az állófogadást azt mi álljuk, kenünk szendvicseket, néha zsíros kenyeret, lilahagymával, attól függ, hogy éppen mit kíván meg a kiállításnak a témája. Vannak rendszeres kirándulásaink, amikor kirándulunk, rendszeresen
évek óta csináljuk a szomszédolást például, amikor a polgári kör tagjai meglátogatják a nem feltétlenül mellettünk lévő, de azért valamilyen szinten szomszédos településeket. Őket meghívjuk aztán a Rákoskert napjára is, kiállítást kérünk, hogy rendezzenek, és egyfajta baráti kapcsolatot próbálunk kiépíteni a szomszédos településekkel. Mi az, amin most 2023. április végén dolgoznak, vagy mi az, ami az idei esztendőben várható, és a Rákoskerti polgári kör nevéhez kapcsolódik? Előbb nem említettem, de nagyon fontos az, hogy évente két alkalommal egy kirándulást is szoktunk a polgári kör tagjainak, illetve néha meghívott vendégeknek rendezni. Most ezen a héten fogunk elmenni majd Szarvasra, megnézzük a Szarvasi Arborétumot, ami egy 20-ös busszal történik, egy egész napos kirándulás. Ez ami a legközelebbi. A következő programunk az a Rákoskert napja lesz természetesen. Régebben sikerült azt elérni, hogy a Rákoskert napján egy 300 személy részére főző programot tartottunk, amikor a Rákoskerti vasútállomás udvarán három kondérban rotyogott a gulyásleves vagy egyéb finomság, és akkor megvendégeltük a rákoskertieket. Ezzel egy réges-régi hagyományt próbáltunk föléleszteni, de sajnos a vasútállomás területére már nem fogunk tudni menni, így ezt a főzést az idén elhalasztjuk. Helyette majd a Lecsó Fesztiválnál fogunk főzni, szintén egy nagy kondérba, és abból mindenki ehet, aki a Lecsó Fesztiválon részt vesz. Ezeken az eseményeken biztos televíziós stábjával is fognak találkozni. Beszélgetésünk zárásaként milyen jövőbeli célkitűzéseket, terveket tudna megosztani velünk, akár távlatit, vagy akár innen a közeljövőből mazsolázva? Nagyon hosszú távú terveket nem szoktam készíteni, mert az ötleteket, amiket a polgári kör tagjaitól kapok, azt szoktam beépíteni a programjaikba. Tehát a terveink között az szerepel, hogy mindenképpen meg fogjuk tartani ezt az aktivitást, ami most jellemző a Rákoskerti polgári körre. Nagyon szorosan együtt kívánunk továbbra is működni a képviselőinkkel, Hatvani Zoltánnal és Timmel Edével, mert az ő munkájukat is segítjük ötletekkel, megvalósulásokkal. Közreműködünk, hogyha valami olyan dolog kerül szóba, ami Rákoskert fejlődését elősegíti, akkor a polgári kör aktívan bekapcsolódik, fákat ültetünk, felújítunk különböző területeket, örökbefogadunk közterületet, amit aztán karban tartunk. Ezt szeretném csak folytatni, és hát majd meglátjuk, hogy menet közben milyen egyéb fontos ötlet adódik. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és nagyon sok jó egészséget és eredményes munkát kívánok Önöknek. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!